Köszöntöm nézőinket, Önök a kulturális magazinunkat látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a következő percekben. Az egész életet felölelő kiállítás nyílt a Bátai Szentvér Bazilikában. A varkori ezüstveret az októberi hónap műtárgya. 125 éves a magyar lélek hangjának is nevezett tárogató. Az egész életet felölelő kiállítás nyílt a Bátai Szentvér Bazilikában. A négy tematikából álló tárlat a családi életen keresztül a népi vallásosság emlékeit, az egyházi ünnepekhez tartozó hagyományait mutatja be. A kiállítás decemberig látogatható. Nyisd meg, Uram, szent ajtódat! Az Árszakra Egyházművészeti Fesztivál keretein belül nyílt meg egy olyan kiállítás a Bátai Szentvér Bazilikában, amely a népi vallásosság emlékeit mutatja be a helyi katolikusoknál. A tárlat felöleli a teljes életet, születéstől a halálig. És végigkíséri egyrészt a népművészetnek azon gyönyörű emlékein keresztül, amelyek itt a szövésben megmaradtak, ugyanakkor azokat a tárgyi emlékeket is fölvonultatja, amelyek a vallásossághoz, a népi vallásossághoz kapcsolódnak. Négy tematikai egységre oszlik, vagy osztottam föl a kiállítást. Az első tematikai egységnek az a cím, hogy hitélet a családban. Itt ebben a tematikai egységben olyan régi imakönyveket, énekeskönyveket, bibliákat mutatunk be, amelyek egyben családtörténetek is, hiszen az első oldalra az 1800-as évek elejétől beírták a teljes családnak a történetét. Ki mikor született, mikor halt meg a családban, és ezek igazából mementóul szolgáltak a család többi későbbi generációi számára. Aztán az 1900-as évek elejéről már vannak olyan bibliák, amikor maga nyomda készített olyan családi lapokat, amelyben megörökítik, hogy melyik család részére nyomták ki az adott példát. Nyilván ezt akkor meg kellett fizetni, de ez egy nagyon különleges dolog, illetve nagyon különleges és nagyon szép imakönyveket, mindennapi használatos imakönyveket gyermekek részére, felnőttek és öregek részére is. A második tematikai egységben a búcsújárásnak a hagyományvilágát elevenítjük föl, hogy a bátaiak két búcsújáró helyre jártak zarándokolni, az egyik Mária gyűd volt, gyalogosan zarándokolni, az egyik Mária gyűd volt, a másik pedig a Baja melletti Vodica. Mária gyűdre két napig tartott az út, van egy olyan fényképünk is, amely megörökíti a bói állomáson, állomás helyen, az odaérkező bátai zarándokokat, ez tulajdonképpen egy csoportkép. Látszanak rajta a kocsik, ugye gyalog mentek a zarándokok, kocsikkal vitték a batyuikat, a holmiukat, a felszereléseiket. Két nap, második napra értek a pünkösdi búcsúra Mária gyűdre, a visszafelé út pedig már megszakítás nélkül, visszafelé út az egy nap volt. A másik, a vodicai zarándoklat is nagyon érdekes, hiszen itt a Dunán, ugye a Réven csónakkal keltek át, a pap elkísérte őket egészen a Révig, utána pedig énekvezető asszonyok, férfiak vezették ezeket a zarándoklatokat. Ennek a résznek azonban más különlegessége is van. A bátaiak között is voltak olyan énekvezető asszonyok, emberek, ugye úgy hívjuk ezeket a néprajzi szaknyelven, hogy szent emberek, akik előénekelték, előimádkozták az imádságot, vezették ezeket az zarándoklatokat. Ennek egyébként nagyon ősi hagyománya van, ez visszanyúlik a török alatti katolicizmushoz, amikor licenciátusok, azaz olyan megbízott világiak vezették a vallási életet, mert kevés volt a pap, akik megbízást kaptak a püspöktől vagy plébánostól erre, az ő nyomdokaikat követték. Azért is különleges ez a rész, mert fennmaradt ezeknek, itt a bazilika anyagában, fönnmaradt ezeknek az énekvezető szent embereknek az írásos hagyatéka, írásos és nyomtatott hagyatéka. Ebben vannak nyomtatott ponyva nyomtatványok, énekes könyvek, füzetek, de vannak kézzel írt, és ez a különlegessége. Van rengeteg olyan kézzel írt énekes könyv, amelyik a saját szerzeményüket tartalmazza. Tehát ezek tulajdonképpen, ezek az emberek, ezek költők is voltak valamilyen szinten, hiszen egy-egy népének dallamára ők maguk írtak szöveget. A harmadik tematikai egység a családi életben mutatja be az ünnepeket.
karácsonynál igyekeztünk bemutatni azt egy-egy ilyen kis enteriőrrel, hogy milyen volt egy bátai karácsony 100 évvel ezelőtt, amikor nem volt még fenyőfa, hanem karácsonyi termőágat díszítettek az asztalon, vagy lógattak le a gerendáról, illetve Kárpát-medencében több helyen is szokásos volt, bátán is szoktak Jézuska jászlat rakni a karácsonyi asztal alá, ami azt jelentette, hogy szalmát kötöttek díszes karácsonyi abroszba, és arra pedig rátették a családnak a legfontosabb eszközeit. Az asszony rátette a tésztaszűréshez használatos fát, a fakanalat, vagy a tésztaszűrőjét, a férfi pedig a lószerszámot helyezték erre, kérve természetesen rá ugye a születő Jézusnak az áldását, hogy a szalma az a Jézuska jászlat is jelképezte. Ezt az asztalt karácsonyi bátai abrosszal, csillagos abrosszal takartuk le, az asztalon pedig karácsonyi jellegzetes ételek, aszalgyümölcs, dió és almát helyeztünk el. A másik asztal a húsvétnak és a hozzátartozó kiállítás rész a húsvétnak a hagyományvilágát mutatja. Báta mindig is híres volt, hogy egyetlen katolikus településeként a Sárköznek a piros himes tojásáról. Voltak itt nagyon híres tojásfestő asszonyok, akik ezt a hagyományt továbbíték és örökítik ma is. Igyekeztünk olyan himes tojásokat összeszedni, amelyek még a régebbi időkből valók. Egy tálban himes tojást, illetve ide került erre az asztalra még a húsvéti ételszentelésnek a jellegzetességei, a kalács, ide került a bor és a tojás is egy edényben, illetve a komatál. Ugye a húsvéti ajándékozásnak a szokása az a bátaiaknál is szokás volt, amikor a komák egymásnak húsvétkor himes tojásból, szintén borból és egy csárdás pántrikával letakart, úgynevezett komatálat vittek ajándékba. A negyedik kiállítás rész a családi élet vallási eseményeit mutatja be. A születést, a keresztelőt, az első áldozást, a bérmálást, a házasságkötést természetesen, illetve az elmúlást, a ravatalt mutatja be, ugye ezt is megpróbáltuk ennek a hangulatát megmutatni. A házassághoz, illetve a családi életnek az első feléhez kapcsolódóan nagyon szép tárgyi emlékek is jelennek meg itt. Első áldozási képek, első áldozási csoportképek régi időkből, 40-es, 30-as, 40-es évekből, illetve az elmúláshoz kapcsolódóan pedig a háztól való temetésnek a szokása, ugye ez ma már csak az idősebbek emlékeznek, erre fiatalabbak már nem, amikor a háznál ravatalozták fel a halottat. Ilyenkor ugye jelzi itt a ravatalnál ez a fekete abrosz, ez tulajdonképpen a letakart tükröt akarja jelképezni, illetve néhány olyan fotót tettünk ki, amikor gyermek halál történt, akár egy látható itt egy 4-5 éves kislány a ravatalon, egy 10 éves fiú, illetve egy olyan bátai leány, aki az esküvője előtt halt meg, ezért őt például a staférungjával együtt ravatalozták föl, gyönyörű karácsonyi abroszok vannak aláterítve a ravatalon, hiszen ő vitte magával azt a staférungot, amit vitt volna a családba. Ami itt különlegesség még a bátai katolikusoknál, és itt említeném meg, az a halottas törölköző. A középkorra megy vissza ennek a hagyománya, méghozzá ugye ezt a halottas törölközőt, ez egy hímzett, bátai hímzéssel, hímzett fekete vagy piros törölköző, ugye a feketét azt az idősebbeknél, a pirosat a gyerekeknél használták, ezt fölakasztották egy keresztre, és a halottas menet előtt vitték. Ez egyébként egy nagyon ősi, középkori szokásnak a maradványa. A középkorban ugyanis ez Krisztusnak a zászlaját, a feltámadási zászlaját jelképezte, és a bátaiaknál megmaradt annak a szokás, és ezt a törölközőt utána, a temetés után nem vitték haza, hanem ezzel fizették ki tulajdonképpen a papot és a kántort. Tehát egészen a mai napig fönnmaradt annak a szokás, hogy ezt a törölközőt a pap, illetve felváltva a kántor kapja, és ez a köszönet tulajdonképpen a temetésért. Hogyan jött össze a történelem ilyen sok darabkája? A bazilikának a gyűjteményében volt egy olyan alapanyag, egy alapgyűjtemény, amely ennek az alapját képezte.
Ehhez járul a Bátaszéki Egyháztörténeti Gyűjteménynek az anyaga is, ott oda is kerültek nagyon szép tárgyi emlékek, amelyek itt megjelennek a kiállításon. És amikor nyáron elkezdtem, egy időben kezdtem, mert iskolaidőben ezzel nem tud az ember foglalkozni, tehát nyáron elkezdtem már kirakni, és szinte olyan jó eső érzés volt, ahogy a bátaiak jöttek, segítettek nekem abban, hogy mit, hova tegyünk, illetve hozták a dolgaikat, kinek mi volt otthon. Aztán, hogy ez még bátaiasabb legyen, hozták ezeket a gyönyörű abroszokat, ezeket a szövött abroszokat, és tényleg ezáltal egy olyan színes a bátai népművészetet, néphagyományt és a vallási életet bemutató kiállítás keletkezett, amelyet én úgy gondolom, hogy mindenkinek látnia kell. Már több mint ezren nézték meg ezt a nem mindennapi tárlatot, aki azonban még nem jutott el a kiállításra, december 1-ig ezt megteheti. Mítikus lényt ábrázoló avarkori ezüstveret gerjen csamonyból. Ez az októberi hónap műtárgya a Vasinszky-Mór megyei múzeumban. A kompozit lényt ábrázoló veret egy avarkori házból került elő, így a 7.-8. századra teszik a régészek, és talán egy harcos övét díszítette. Ezt az avarkori ezüstveretet választotta a szekszárdi Vasinszky-Mór megyei múzeum az októberi hónap műtárgyának. A Gerjentől északra, Csamony határrészben egy régészeti terepbejárás során találtak rá szakemberek az avarkori terepre, és itt bukkantak rá most kiállított műtárgyra. Itt a területen Hodor János Gábor vezetésével nagyjából 11.000 négyzetméter lett feltárva. A lelőhely két korszakot ölel magába. A déli részén voltak elsősorban római kori objektumok, és a középső és északi szakaszon pedig avarkoriak voltak, és az egyik avarkori házban került elő ez a veret, a háznak a betöltésében, tehát több kerámia és más fémtárgyak is előkerültek. Ez a ház nagyjából a 7.-8. századra datálható, tehát a közép és késő avarkorra, és akkor a házban ez az ezüstveret a betöltésnek a felső részében helyezkedett el. Ez az ezüstveret azért számít kuriózumnak, mert az avarkorban viszonylag ritka volt az állat, illetve az ember ábrázolás. Ez az állat, ez egy mitikus állat, ez is nagyon ritka, még ezen belül is, és igazából egyetlen egy jó párhuzama van, a Nagyszent Miklósi kincs 19. számú tálkáján látható ez a mitikus állat. Ez egy összetett lény, kompozit lény. A feje az kutya szerű, a teste viszont szárnyas, tehát két szárnya van, illetve két lába van, és a hátsó lábak viszont ilyen halfarokszerűségben végződnek, tehát egy ilyen tengeri szárnyas ragadozó. Ugye az avaroknál elsősorban griffeket ábrázolnak övvereteken, de ez egy különlegesebb motívum, hogy így nem egy négylábú állatról van szó, hanem egy szárazföldi és egy tengeri állatnak az ötvözetéről. Az ezüstveret valószínűsíthetően egy ruhadíszét képezte. Hátulról van két szegecs, tehát valamire felfüggesztették. Valószínűleg három szegecs volt, az egyik az kitört belőle, tehát hogy az már eredetileg sem volt meg, tehát hogy ott a földmozgatások során letörhetett, de viszonylag mégiscsak épségben került elő ez a tárgy, tehát az a nagyon pici rész hiányzik belőle, a többi az megvan. A régészek felfedeztek egy párhuzamot is a kiállított tárgyal kapcsolatban. Avarkori és honfoglaláskori tárgyakon jelenik meg ez az ábrázolás, vagyis az ehhez nagyon hasonlító ábrázolások, mert egyébként az ókortól kezdve ilyen mitikus lények ugye a görög, illetve római mitológiában is léteznek, vagy szerepelnek, és a keresztény középkor egyik
állata is, tehát hogy templomokon, faragványokon sokszor szerepel egy cetszerű, de tehát bánaszerű lény, amelyiknek szárnya van, és a Jónás történetét ábrázolják ezek a faragványok, hogy ez a szárnyas cetszerű lény, ez lenyeli Jónást. A hónap műtárgya október hónap végéig megtekinthető a múzeum nyitvatartási idejében. Rákóczi kedves, kedvenc hangszere volt a tárogató. Többek között ezt is megtudhatták azok, akik ellátogattak a Magyar Lélek hangjának is nevezett hangszer bemutatójára. Az előadás apropóját az adta, hogy ez a különleges fúvós idén ünnepelte 125. születésnapját. Megreformálásának 125. évfordulóját ünnepli idén a hungarikumok sorát gazdagító magyar hangszer, a tárogató. 1897. szeptember 15-én jegyezték be a szabadalmi hivatalba az újragondolt Rákóczi tárogatót, a kuruckor legendás hangszerének újkori változatát. Ennek kapcsán indított hangversenysorozatot és interaktív hangszerbemutatókat Erdő Zoltán tárogatóművész. Egyik helyszíne a szekszárdi Vosinszky-Mór megyei múzeum volt. A helyzet az, hogy én ezt a hangszert nem választottam, nekem ez egy örökségem, a nagyapámtól örökölt tárogatón játszom gyerekkorom óta. Ez egy idős hangszer, és rengeteget köszönhetek ennek az örökségnek, rengeteg élményt, koncertélményt, utazást, és hát többek között ezt a mai alkalmat is. A Rákócziakról, egészen Rákóczi Zsigmondtól, a Rákócziak egyik ősétől indítjuk el a történelmi áttekintést, és hát eljutunk második Rákóczi Ferencen át egészen napjainkig, és a 125. az idén 125. évét ünneplő tárogatónak a megszületéséig mutatok néhány fotót itt az érdeklődőknek arról a hangszergyárról, az első magyarországi hangszergyárról, Stovaszer Jánosnak a hangszergyáráról, ahol ezek a legendás tárogatók készültek, és még a mai napig ezeket tartják leginkább becsben, és leginkább a legértékesebb és a legszebben, legjobban szóló tárogatóknak. Ugye reformtárogatóként különböztetjük meg ezt a hangszert, amit mi idén 125. évét ünnepeljük, és a kuruckori tárogatót is, és nagyon érdekes, hogy itt a helyi múzeumban, Szekszárdon megtalálható egy eredeti kuruckori tárogató, ami nem messze tőlem, a közeli vitrínben van elhelyezve. A történészek már a honfoglalás idején emlegetik a török síptárogatót, feltehetően ez az őse annak a hangszernek, amit az 1600-as évektől kezdve tárogatónak vagy kuruc sípnak neveznek. És szerintem mindenki, aki játszik ezen a hangszeren, valamennyire kutatja is, az más kérdés, hogy ki mennyire megy vissza a történelembe, vagy mennyire ás le, milyen gyökereket talál meg, és hát ugye az van azért természetesen a hangszernek kutatható irodalma. Ha csak az elmúlt 125 évet vesszük, akkor rengeteg olyan korszaknak lenyomatai vannak, akár zeneileg, akár kotta irodalomban, akár zeneirodalomban, akár csak a sajtóból megmaradt olyan újságcikkek, amik arról számolnak be, hogy például 100 évvel ezelőtt a Rákóczi Szövetségnek tárogató együttese volt, tárogató zenekara volt. 100 évvel ezelőtt nem volt olyan állami vagy egyházi ünnepünk, amikor nem szólalt volna meg a tárogató. Igazán a fénykorát élte a két világháború között a tárogató, és mondhatjuk egyébként, hogy a megszületése utáni években is, hiszen II. Rákóczi Ferenc újra temetésén hanvainak hazahozatalakor már ez a reformtárogató szólalt meg, ugye 1906-ról beszélünk, még 10 év sem telt el, hogy megalkották a reformtárogatót. A fúvósok családjába tartozik, a kuruckori tárogató duplanáddal volt megszólaltatható, a reformtárogató már szimplanáddal, egy klarinétszerű fúvókával.
Gyakorlatilag a reformtárogató esetében egy teljesen új hangszer született már, ez lényegében csak a fúvós családba vezethető vissza, ugye mindkettőnek a közös gyökere. Egy teljesen új hangszer született, billentyűkkel látták el, megnagyobbították a hangszertestét, gyakorlatilag kétszer akkora ez a hangszer, vagy többször akkora, ugye, mint egy kuruckori tárogató, és hát próbálták a kor igényeinek megfelelően újra varázsolni. Tudván azt, hogy azért eltelt 300 év, vagy 200 év ugye a megalkotása idejéig, ez a kultusz ez nem tűnt el, tehát az embereknek a gondolataiban benne volt a tárogató. Mindig is a magyar nép ősi hangszereként emlegették a kuruckori tárogatót, és hát ugye van egy történelmi vonatkozása is, mivel ugye a népnyelvek úgy mondják, hogy Rákóczinak a kedvenc hangszere volt, kedves kedvenc hangszere volt a tárogató. Erdő Zoltán nem csak tárogató művész, oktatja is azt. Fontosnak tartja továbbadni a hangszer és a zene szeretetét. Azt mondja, soha nem késő elkezdeni a magyar lélek hangján játszani, mert hogy így is nevezik. 9 éves korában ismerkedtem meg egy tanítványommal, akit utána később 10 éven keresztül tanítottam középiskolában is, és egészen a sikeres zeneakadémiai felvételig. Ő most már diplomás klarinétművész, befejezte a zeneakadémiai tanulmányait, és hát hál' Istennek neki tovább tudtam adni a hangszer szeretetét, van neki is tárogatója, és hát azt a repertoárt, amit én is a koncertjeim során szoktam játszani, azt szintén tovább tudtam neki adni. Most szintén van egyébként egy tanítványom, aki 63 éves, néhány hete keresett fel, hogy a családjukba kikötött egy tárogató a felesége révén, és hát ő mindenképpen szeretné ezen a hangszeren megtanulni. Én pedig úgy voltam vele, hogy én bárkinek szívesen segítek, aki ezzel a hangszerrel szeretne megismerkedni, hiszen nem csak a hangszerrel ismerkedünk meg, hanem ugye ennek a történelmével, a múltjával, és egy kicsit mondhatnám azt, hogy egy olyan fajta időutazás ez, egy ilyen hangszernek a tulajdonosának lenni, és mikor már az ember eljut egy olyan szintre, hogy tényleg kellő bátorsággal ki is áll és fellép ezzel a hangszerrel, megmutatja a tudását, akkor azt hiszem, hogy talán akkor ér révbe ez az egész, és akkor jön el az a pillanat, hogy tényleg akkor egyszer ő is eljut egy olyan fokra, hogy valakinek majd továbbadja. Szerintem minden tárogatósnak ez valahol feladata is, hogyha valaki megkeresi, mivel nagyon kevesen játszunk ezen a hangszeren, nagyjából 200-an lehetünk az országban, akik tárogatózunk. Hogyha valaki érdeklődést mutat a hangszer iránt, akkor illik segítenünk, és kötelességünk, feladatunk. Nagyon szívesen foglalkozom ezzel, tehát az egyik legféltettebb kincsem is az a tárogatóm. Egyrészt ugye, hogy ez családi örökség, ahogy említettük. Másrészt pedig én azt hiszem, hogy tárogatón játszani és a tárogató irodalomnak ezeket a régi gyöngyszemeit gondozni és időről időre megszólaltatni, egy olyan felelősség és egy olyan tisztelettel járó munka, tehát igazából ezt csak alázattal lehet tenni, és odafigyelve arra, hogy az őseinknek a hagyatékát, amit ránk hagytak, akár ezekben a dallamokban, akár ennek a hangszernek a repertoárjában, azt igenis meg kell őriznünk, és tovább kell vinnünk, és a fiatalok körében egyre inkább meg kéne osztanunk, hogy ne csak mi élő tárogatósok játszunk ezen a hangszeren, hanem a következő generáció és az azt követő generáció is tudjon még büszkén emlékezni erre a hangszerre, és nem elfelejteni ennek a hangszernek a hangját, nem elfelejteni a repertoáriát, azt a kuruckori irodalmat, ami azt hiszem, hogy páratlan a magyar zenetörténelmen belül is.
Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!